A jelentősebb megyei cégek és vállalkozások vezetői adtak találkozót egymásnak csütörtökön az egyik nyíregyházi szálloda dísztermében. A hagyományos top 100 kiadvány bemutatása alkalmából gyűltek össze. Ad egy képet valamennyik számára, hogy a megyében egy versenyről is szól, hogy tetszik, ki hogyan szerepel. A top 100 visszigazolja az egyes vállalkozások megyén betöltött szerepét is. Most tény, ebben az évben, tehát a számokat illetően, meg az elmúlt évben is a pandémia nem érint mindenkit, biztos, hogy benne lesz a meglepetések. Hisz tudjuk azt, hogy nem mindegy, hogy érintett árbevételbe, piaci eleményességbe egyes vállalkozásokat. Következik, még nehezebb lesz, bizom benne, hogy ma lesz egy sikeres top 100, és hogy benne vannak, tovább is tartunk maradni. A százas listán idén 9 új szereplő található, de nagyjából minden évben hasonló a fluktuáció. A kiadvány összeállításához évről évre nagy segítséget nyújt adatok szolgáltatásával az adóhivatal. Elsősorban az árbevétel az, ami meghatározza a top 100-ba kerülést, de az elismerés alapja az nem feltétlenül csak ez, hanem minden olyan innovatív, újszerű gazdasági megoldás, vagy a megye gazdasági életében betöltött szerep alapja lehet a jelölésnek és a választásnak. A rendezvényen a gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár kiemelte, az elmúlt közel 2 év mind a munkaadóknak, mind a munkavállalóknak nehézségeket okozott. A szabolcs-megyei vállalkozások is igazolják azonban, hogy a járvány közepette is lehet fejleszteni, bővíteni, tette hozzá. Jól tudjuk és jól látjuk, önök is jól látják, hogy az újraindítás legalább annyira nehéz feladat a gazdaságpolitika számára, ugyanúgy, mint a vállalkozások számára, mint a gazdaság védelme volt. Látjuk az ellátási láncok töredezettségét, látjuk a szállítási költségek növekedését, látjuk, hogy a szűk keresztmetszeteken ülő vállalkozások hogyan húznak hasznot a válság utáni újraindulásból. A kormányhivatal vezetője a megyei foglalkoztatásról beszélt előadásában. Mint mondta, a munkaerőpiaci helyzet javult tavalyhoz képest. Szavai szerint itt is nagy segítséget jelentettek a járvány kezdete óta bevezetett támogatások, úgy mint az ágazati bértámogatás, a csökkentett munkaidős foglalkoztatási, valamint a munkahelyteremtő és megtartás segítő támogatások. Ezek az elmúlt 2 évben összesen 35 ezer, minden 7. munkavállalót érintettek a megyében. Hozzátettem, a legnagyobb probléma a megfelelő munkaerő megtalálása. Eljussunk egy olyan probléma irányába, ami egy sokkal kedvesebb probléma, azt gondolom mindannyiunk számára, ha megy egészét nézzük, annak a problémának az irányába, hogy hogyan lehet a munkaerőt biztosítani egy-egy céghez. Én azt gondolom, hogy ennek a szabályozási rendszere az megfelelően kialakult. Az első kiadványt több mint 20 éve adták ki, idén pedig már 14. alkalommal került rá sor. A top 100-as lista első 3 helyén a Michelin, a Master Good és a Lego végzett. Míg a top 100 gazdasági díjat idén Révész Bálint, a Révész cégcsoport alapító tulajdonosa vehette át.